Szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Ez is egy mániám, a falnak elnéptelenedésének valamilyen módon való lassítása, mert azt már látjuk, hogy meg nem lehet hiúsítani. Ugye azt mondta egy amerikai antropológus hölgy, hogy egy egész falu kell ahhoz, hogy felnevelje egy gyereket. És ez egy csodálatos mondás, mert valóban azt gondolom én magam is, sőt meggyőződésem, hogy a legszebb és leghatékonyabb nevelkedési forma az az, amikor egy gyermek falun nő fel. Egy gyermeket a falun tényleg az egész falu neveli. Egy gyermek a faluban megtalálja mindazt a jellemet, mindazt a személyiséget, mindazt az élethelyzetet, mindazokat a konfliktusokat és örömeket, amiből csodálatosan föl tudja építeni a maga kis személyiségében, maga kis világában azokat a magatartás mintákat és azokat az alkalmazkodási képességeket, ami majd az egész élet útján neki sokkal könnyebbé teszi az élet nehézségeinek elviselését és a sikerét is. Ha megnézünk egy falun felnőtt gyermeket, és összehasonlítunk mondjuk egy belvárosi gyermekkel, akkor azt látjuk, hogy a falun felnőtt gyermek bátrabb, öntudatosabb, könnyedebb, a természethez való viszonyában felülmúlhatatlan, és sokkal inkább bármi probléma adódik, könnyebben talál megoldást, kreatívabb, és mindazt, amit egy ilyen közösségben megtanult, és amit a természet megtanított neki, no, ezzel az életben sokkal könnyebben tud boldogulni. És mit látunk az elmúlt 30-40 év Magyarországán? 1800 településen már csak 1000 főnél kevesebb a lélekszám. A törpefalvak lakossága 1970 óta a lakosságszám 71%-kal csökkent. 1990-ben még a háztartások 30%-ában élt egy személy falvakban, 2011-ben már 40%-a a falvak lakosságának egy személyes háztartás. A falvakban élő aktívaknak mindössze 29%-a folytat aktív kereső foglalkozást, a többieket vagy nyugdíj, vagy egyéb segély, vagy közmunka tartja fenn. 1990 és 2001 között 8%-kal nőtt a lakatlan házak száma a falvakban, és az azóta való elnéptelenedés, illetőleg üres házaknak a számát már meg sem merjük kérdezni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy találjunk ki olyan programokat, amivel ezt az óriási értéket, mint a faluban élés és a falvakban való felnövekedés kitaláljunk, és én most nem szeretném, bár okot adna a kormányzat arra, hogy megkérdezzem, a 8+4 éves kormányzás után miért nincsenek még komplex programok, inkább a javaslattételem az, ami nagyon fontos lenne ebben a kérdésben. Egyrésztről már rég meg kellett volna alkotni azokat a programokat, amelyek útján például az 1000 lakosnál kisebb lélekszámú falvakban illetékmentessé tenni, hogyha valaki házas ingatlant vásárol. Meg lehetett volna már azokat a programokat indítani, hogy a falvakban a családi házakat az új generációk bővítsék, és ehhez az állam szubvenciókat ad. Meg lehetett volna teremteni azt, hogy bizonyos lélekszám alatti településeken a vállalkozások 2-3 évig igenis ne fizessenek adót akkor, hogyha a lakosság kiszolgálását jelenti az ő vállalkozói tevékenységük. A programok széles tárháza állna rendelkezésre. Lehetne nagyszülői programokat létrehozni, hogy a gyermekes családok és az idős családok hogy tudnak együtt tevékenykedni ezáltal az óvodai, iskolai, bölcsődei rendszert nem úgy terhelve. Tehát programok tárháza lenne, külföldről is lehetne mintákat hozni. Mégis úgy érzem, hogy amit a kormányzat azt mondja, hogy erre törekszik és ebbéli tevékenységet végez, mégsem lehet elég hatékony, hiszen az elnéptelenedés iszonyatos ütemet ér már meg. Persze azt is lehet mondani, hogy nem cél, hogy szabad emberek éljenek, hogy a szabadság, amit egy falun élés ad, azzal általánosságban bírjon a társadalom. Én viszont azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos lenne ennek a csodálatos lehetőségnek, a falun felnövekedés lehetőségének és a szabadságnak összekötésével
mindent el kell követnie, mind a parlamenti képviselőknek, mind a kormányzatnak ahhoz, hogy a falvak elnéptelenedését megállítsák, sőt, akár elkezdődjön a lakosság számnövekedés. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.